Ha van olyan játék, amiért biztos, hogy PS4-et fogok venni, az a Final Fantasy 15. A széria a mai napig a japán játékok egyik zászlós hajójának számít, ami közül konkrétan az ötödik részt, a hatodikat, a nyolcadikat, a kilencediket, a 12.-et és a tizenharmadikat volt módom kipróbálni. A legnagyobb favoritom egyértelműen a nyolcadik rész volt, ami életem egyik legemlékezetesebb játék élménye volt. Lehengelő, monumentális eposzi kaland, amivel az elmondhatatlanul sok tartalmának köszönhetően szó szerint évekig játszottam, és bevallom némi szomorúsággal tölte, hogy a mai gamer generáció számára ez a fantasztikus játék úgy, ahogy van, ki fog maradni. A széria egyébként rengeteget változott az évek folyamán. Az első hat rész még kb. ilyen RPG mékeres grafikával rendelkezett, azonban a bűvös hetedik résztől, amit egyébként többnyire mindenki a legjobb résznek tart, jókor a grafikai ugrás következett be. Emellett pedig a játékmenet is sokat változott, főleg a frissebb részekben. És mindemellett pedig a Final Fantasy széria jó néhány mellék epizóddal is büszkélkedhet. hetedik részed már készült korábban egy lehengerli animációs film, illetve még egy-két apróság. Azonban ezúttal most a készülő 15. részt érte ez a megtiszteltetés a Kingsglaive személyében, ami tulajdonképpen a játék előzményeit foglalja össze. Kezdjük a történettel. Mint mondtam, előzményről van szó, ami a játék cselekményét alapozza meg. A történet két birodalom háborúját helyezi a középpontba, a jó fiúké Lucis varázslatos királysága, míg a rossz fiúk pedig az elnyomó Nilfheim birodalom. Sajnálatos módon Nilfém tűnik a háború esélyes győztesének, mivel Lucy számtalan területét felprédálta már. Azonban a megállíthatatlan birodalmi haderő Lucy fővárosával, inszomjával szemben mégiscsak tehetetlen. Ennek oka egy felbecsülhetetlen erejű mágikus kristály, ami Lucy királyának, Regisnek a birtokában van. A kristály segítségével a király egy mágikus pajzsot hozott létre, ami áthatolhatatlan akadály jelent a Nilfémi haderőnek. A király Insomia városát is sikeresen elzárta a háborútól, Azonban az uralkodó már nagyon öreg, és a halálával a várost ótalmazó pajzs is megszűnne, éppen ezért nem ülhetnek ölbetett kézzel. A király létrehoz egy elit csapatot, a Kingsglévet, ami különleges erővel felruházott harcosokból áll. A feladatuk, hogy védelmezzék Insomiát, és felvegyék a harcot a Nilfejmi Birodalommal. Ebbe a csapatba tartozik bele a főszereplőnk is, Nix. Nilfej azonban mindent megten azért, hogy Insomiát térdre kényszeríthesse és a sakkban tartott királyságnak ultimátumot küldve döntés elé állítja Lucy dilemában lévő királyát. Persze a két birodalom egyáltalán nem bízik meg egymásban, és bár Nilfheim kemény feltételekhez szabott békét ajánl, azonban a háttérben zajló szervezkedések és ármánykodások egy pillanatra sem állnak le. A film alapvetően jól van felépítve. Az első harmada szépen bemutatja az alapszituációt, a két frakció háborúját, a szereplőket, valamint a világot is, amennyire kell, a második harmada a végső konfliktus felvezetését szolgálja, a feszültség növekedése, valamint a cselekmény kibontakozása van itt a középpontban. Az utolsó harmada, vagyis a nagyszabású finálé pedig a féktelen pusztításról szól. Az első és egyben legszembetűnőbb dolog, amire érdemes kitérni, az a látvány. Mindenek előtt azonban álljunk meg egy szóra. Japán az epik animációs filmek készítéséhez mindenkinél jobban ért, már többféle pazar grafikájú filmmel is megörvendeztettek minket, amikbe a készítők láthatólag beleadtak apait, anyait. Amikor az ilyen filmeket néztem, valahogy mindig meg voltam győződve róla, hogy az animációs technika csúcsát látom. Azonban szép lassan mindig jött egy újabb alkotás, ami a látvány tekintetében egyre följebb rakta a mércét. Én is bizony, nyugodt szívvel merem kijelenteni, hogy a Kingsglave testesíti meg azt a szintet, aminél már nincs feljebb. Bárki bármit is mond, ez a film képviseli a számítógépes animáció maximumát. Egyszerűen ennél a grafikai minőségnél képtelen vagyok jobbat elképzelni. Hogy egy animációs film még ennél is jobb grafikai minőséggel szolgáljon, az úgy gondolom képtelenség. Ez az a szint, ahonnan az animáció már nem tud hová fejlődni. És bármennyi ilyen típusú film is fog még készülni, az már csak maximum ugyanezen a szinten lesz, de nem fentebb. A film minden egyes képkockája olyan makulátlan látványtár elénk, hogy a nézőnek könnyen kiolvadnak a látó idegei. A szereplők, a tájképek, az épületek, a szobák, a különböző lények, a járművek, az effektek, a varázslatok, a páncélok mind már-már zavarba ejtően tökéletesen néz ki. Az egész látványon látszik, hogy szívvel, lélekkel készült. És csak hogy a Jurassic Parkos Hemondot idézem, nem spóroltak semmivel. A film másik igazán kiemelkedő része a harc jelenetek, ami a grafikából kiindulva megint csak lehengerlő. A japánok vérprofin értenek hozzá, hogy egészen elképesztő akciójeleneteket alkossanak, legyen szó akár animékről, játékokról, vagy éppen efféle animációs filmekről. Akciójelenetekből igen sok van, és mindegyik a legkisebb részletig művészi precizitással kidolgozott mestermű. Az összecsapások remekül vannak grafálva. A harcok során a készítők igényesen meganimáltak minden mozdulatot és effektet. A harcok remekül kivehetőek, nincs képrázás, nincs összevisszaság, tulajdonképpen minden szituáció pontosan átlátható. Komolyan mondom, a képernyőn zajló akciorgiában a néző egyszerűen el tud veszni. Ez bizony a nagybetűs EPIC. És ehhez jönnek még hozzá a kiváló zenék, amik művészi precizitása illenek a jelenetek alá, ezzel is fokozva azok hangulatát. Van itt minden. Nyugisabb dallamok, drámai vagy éppen pörgősebb háttérzenék, és persze egészen epik muzsikák. Azonban most a sok ömlengés után elcsünk pár szót azokra a tényezőkről, amikből a film már csak átlagosan teljesít. Egy látványfilmnek általában a legnagyobb gyengessége a történet és a karakterek szoktak lenni. Bár a Kingsgrave egyikből sem teljesít rosszul, azonban érezhetően nem áll a helyzet magaslatán. A történet nem rossz, és igazából érezhető benne a feszültség ám ettől eltekintve borzasztóan egyszerű és kiszámítható. A sztori nincs túl bonyolítva, van egy pár mondatban elmesélhető alapszituáció és egy előre megjósolható bonyodalom, ami tartalmaz ugyan egy-két fordulatot, de összességében nem okoz sok meglepetést. Tulajdonképpen ahogy Neil Fein bejelentette, hogy békét akar kötni, onnantól kezdve közel 90%-ban meg tudtam jósolni, hogy Story szempontjából mi lesz még a hátralévő filmben. És igen, ez tipikusan az a film, ami többnyire a látványra tesz fel mindent. Persze, mint ahogy mondtam, ez a film csak egy sok-sok órás játéknak a bevezetője, amiben biztos, hogy egy nagyon szépen kivitelezett történetet fogunk kapni, hiszen a Final Fantasy játékok egyik ismertetőjele a fantasztikus történet, ami a karaktereket illeti. Kicsit sok köztük az üres egydimenziós figura, van olyan szereplő, akit pár szóval össze lehet foglalni, illetve olyan is akad, aki azelőtt meghal, hogy igazán megismerhetnénk. Azonban megint csak azt tudom mondani, hogy a Kingsgrave csak egy hatalmas történet bevezetője, és a filmet túlélő szereplők számára még rendelkezésre fog állni egy minimum 50 órás játék, amiben a karakterüket részletesen megismerhetjük. Két karaktert azonban ki kell, hogy emeljek. Az egyik a főhős, Nix, aki tulajdonképpen a menő főszereplők iskola példája. Ez a karakter egyszerűen teli találat. Teljesen kedvelhető, talpra esett, erős figura, akinek megvoltak a céljai. A jó ügy érdekében képes kockáztatni és áldozatot hozni. Kezdetben csak sodródik a történettel, ám a végére egy egészen kiváló főszereplő lesz belőle. Persze az akció jelenetek során is nagyot alkot, amit pedig az utolsó fél órában művel, az valami eszméletlen. Kicsit még sajnálom is, hogy a játéknak már nem ő lesz a főszereplője. A másik pedig a főgonosz, akit bár elsősorban a töménytelen mennyiségű bedesség emel ki, azonban a végére egy egészen érdekes karakter lett belőle egyéni motivációkkal. Végül két érdekesség. Egyrészt a film készítésében magyarok is részt vettek, a másik pedig, hogy a Kingsgrave hazánkban is megjelenik ebben a hónapban, DVD-n és Blu-ray-en, és mindemellett magyar szinkron is lesz hozzá, amit én természetesen messziről el fogok kerülni, de a többség számára ez egyértelműen jó hír. Nos, mindent összevetve a Kingsgrave egy animációs csoda, lehengelő akcióval, kiváló zenékkel és teljesen átlagos sztorival és szereplőkkel, ami bár kirobbanó siker nem lesz, de mégis egy olyan alkotás, amit a téma rajongói sosem fognak elfelejteni. Bár elsősorban a Final Fantasy széria rajongóinak készült, azonban ha valaki egy látványos akciófilmet akar látni, az is nyugodtan próbálkozhat vele, hiszen nyugodt szívvel merem kijelenteni, hogy a film bő utolsó fél órája gyakorlatilag fölülmúl mindent, amit eddig efféle animációs filmekben láthattunk. Nos, köszönöm a figyelmet. Rafanír voltam, sziasztok!